Megoldott a hangulat az első nagyatádi ifjúsági fórumon. A programot a Helyi Fiatalok Esély és Otthonteremtése című pályázat keretein belül szervezték. A vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásnak köszönhetően új lehetőségek nyílnak meg a fiatalok előtt. Úgy tűnik, hogy lesz lehetőségünk arra, hogy magunk teremtsük meg a jövőben olyan kikapcsolódási, szórakozási lehetőségeket, amiken nem csak mi, hanem mások is részt tudnak venni, akár Nagyatádon, akár a környező településekről. És ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy felhívjuk a figyelmét mindazon fiataloknak, akik már tovább tanultak, vagy már elhelyezkedtek nagyvárosokban, és igenis érdemes visszajönni, visszaköltözni. Réka tapasztalatból beszél. Ugyanis ő 14 év után jött haza Budapestről, már saját családjával. Maga a pályázat kiírás és maga az elgondolás, a koncepció az alapvetően nagyon jó. Megvalósítani már nem olyan könnyű, mert csak azért is, mert helyben olyan fiatalokat találni, akik ma Magyarországon ténylegesen akarnak valamit tenni a saját városukért, az elég nehéz. Ezt mondom úgy, hogy a dél-dunántúli régió az enyém, és járok több városban is. Nem a fiatalok aktivitásával van legfőképpen a probléma, nem a fiatalok motivációjával van legfőképpen a probléma, hanem egész egyszerűen van egy mai magyar apátia, nem tudom másképp nevezni ezt. A mostani fórum is ezt igyekezett megtörni. Ötletelésre, gondolkodásra és cselekvésre ösztönözte a helyi fiatalokat. A cél egy összetartó ifjúsági közösség létrehozása. A jelenlevők is hangsúlyozták, fontos számukra a jó társaság. Találjak olyan embereket, akiket tudok együtt zenélni, például legtriviálisabb esetben. Olyan embereket, akiket tudok együtt futballozni. A közösség építésén és a fiataloknak szóló programok szervezésén kívül a pályázat számos egyéb lehetőséget igyekszik nyújtani az itthon letelepedő ifjúság számára. A fiataloknak segít a helyi életpálya modell kialakításában, a munkahelyteremtés, munkahely keresésében Nagyatádon, aztán a helyi gazdaságba való elhelyezkedésben, aztán önálló lakhatás biztosítására lesz lehetőség, és egy nagyon sokrétű ösztöndíjprogram kialakítása is meg fog történni. A jövőben további fórumokat fognak szervezni. Oda várják azokat az érdeklődő fiatalokat, akik a legutóbbi beszélgetésen nem tudtak részt venni.